azt mondta. Biztos visszajön meg. Szóval eddig 6 óra alatt 5 szint, 6 óra alatt 5 szintet léptem én nagyjából úgy, hogy volt közte az epihi. Nem voltam most is a mobokba. Ehe. Meg volt itt a pite. Robban nagyon sok, nagyon, vigyázz, nagyon. Nem értem a kérdés újra. Ugyanazt a dungeon-t futjuk, mert ez a legeffektívebb hely, ahol lehet pénzt szerezni. Baszott unalmas, de... Józsi. De akkor is az a leg... Olyan ez, mint hogy úgy kezd elképzelni újra, mint hogy Tarkovban mondjuk ugyanarra mapra mész, azt ugyanazt lootolod. Kb. Ezért biztos robbantanak a kis izé. Rok. Az még oké, nekem 11.000 HP-n van. Hat órája csináljuk. Hat órája csak. Ugye ez? Ja. Volt még egy másik helyünk, az a nagy kedvencünk volt, de sajnos el kellett hagynunk. Ecskéket kellett tölni. Ott is töltöttünk egy pár órát. Egy-kettőt legalább. Ragadok egy ilyen headhunterba.
Most amikor ezt ugye úgy elképzelni, hogy amikor jön az új vibe, az C30 órája van benne izén, akkor most érted, nem tudom. Cien. Vagy a, mit tudom, ötödik nap van benne, nem tudom mit, izé grindol. Akkor, ja, ez olyan. Szomorú, de most fogtam föl olyan 140 paragon. Nagyon robban, vigyázz, nagyon robban, a... nagyon robban. Egy darab pedig csak amúgy. Jó, de az a mob volt, ami faszom tudja, mikor rakja át a másikra. Vágom, vágom, köszönöm. Rájöttem arra, hogy miért ilyen erős a karakterem néha. Így. Na mindegy. De legalább tudom a mechanikát. A Grizzly medvénél akárhányszor kritelek, kapok 10 darab increase critical damage-et. Észre 990-ig. Ez a játék olyan szempontból monotonabb, hogy itt nincs ugye, vagy most ez nem PvE is, hanem ez PvP is. Vagy PvP csak, most ez a része. Jujjujj! Ez a picsába, hogyha ugye. Volt, nem volt az ilyen energi. Meg ugye ez most inkább olyan grind, mint hogyha azt mondanám, hogy mit tudom én. Tarkovon mondjuk 100 killet akarsz ölni. Na jó, talán az rosszabb amúgy, mint ez, de... Azért ennél jobb példát is fel tudsz hozni. Az lenne, hogy maxos szintű, nem tudom, karakter szintet akarsz. A legjobb dolog az, hogy mondjuk bemész Woods-ra, mert a Woods-on garantáltan van 3 darab scav, ami valamiért tripla annyi XP-t ad, mint a többi. És mindegy azt csinálod, hogy bemész Woods-ra, megölöd a 3 scavet, majd extraktolsz. Bemész a következő Woods-ra, és utána megint megölöd a 3 szkemet, és megint extraktol. Ilyen szart dolgot csinálunk. Talán nem, ez talán jobb példa. Nem jobb, mert nem én mondtam, de nem volt rossz. Nem. Yes. Good fucking man. Meg kellett igazítanom a füleset. Ez a kedvence nekem, és amikor egyszer nyúlok el, akkor történik minden. Csaudésletek 3 nap alatt százasok. De közelebb voltak a 100-hoz, nyilván. Egyébként nem tudom pontosan mennyit játszottak. Csaud mondjuk nem nagyon sért semmit, de Csaudékat meg tudtunk volna előzni. Ja. Csak mi sajnálatos módon meghaltunk, meg... annyit kell tudni, hogy a 3 fős csapatból 2-ön belül is nagyon diablózott egyébként. Tőlünk. És ők meg 4-en voltak. Tőlünk, és ők meg 4-en voltak. Hát mondjuk, hát 3-an voltak végül is Mája meg Zál is. 3-an voltak, de ott volt Ben, szóval mondjuk 5-en. 3-an voltak, de... 3-an voltak, de Ben ott volt, tehát 6-an volt. Tehát meg ott volt még is egyébként. Úgy izé. Hát ott a levelingnél biztos izé. Számít ott. Gaming. Hát mi alapvetően hanyasok voltunk. Meg tudtuk volna őket előzni, mert ők abba hagyták. A Max meg is halt. Hát, hogy volt? 17. volt Conti, azt hiszem. Amikor meghalt, akkor 17. volt. Mi akkor kezdünk el csak XB-zni. És akkor kibaszott effektíven mentünk szerintem. A catch-kézéshez képest amúgy. Ja. Mert mindenki más két léneket tolt, meg relatív hármat toltunk, csak hát meghaltunk. Én kijöttem. Oksi-doksi. Jó.
Ja, az a baj, hogy pont, tehát hogy a meghalás az pont már a rossz fázisban volt, mert amikor még ilyen 70-ig halsz, itt legalábbis utólag most már lehet ezt mondani, szerintem, hogy ha 70-ig meghalsz, az még nem olyan nagy para, viszont hogyha már ilyen 80 fölött, vagy 90-en halsz, az már szar időbe. A 70-ig pár óra alatt vissza lehet menni, hogyha vannak társadalmat, azt tudnak buszolni. Utána már ilyen 73-tól már szerintem ilyen 30-40 percek, mondjuk olyan 80-ig, utána meg már ilyen 40-50, 90 fölött meg már inkább egy óra, legalábbis ezekkel a sebességekkel. Ebből tudtuk volna ezt a dongit bezmány, úristen, szerintem így gyorsabb is mentünk volna itt. Ja, plusz, hogyha meg négyen lettünk volna, akkor biztos, hogy gyorsabbak lettünk volna. Hú, igen. Ez volna még egy maximum. Robban, nagyon sok robban, ott nagyon fog robbanni. Joká, köszi. Back. Persze, kijöttem. Itt is robban, itt még viszem. Jó. Nem robban amúgy, de jó. Baj. Ja, mindegy. Inkább robbanjon. Yes. De azon is haltak már meg? Hát igen, de ott a cél már megvan. Mármint, hogy ott úgymond már teljesítetted a feladatot. Az is abban nagyon. Nézd fentről, megyek én fentről. Jaj, bocsi. Jó. Nem voltam minden. Ezt frízeltem. Majdnem az utcsó pillanatban vissza vámpiróta. Ehe. OP. Én amúgy benne ott simán ért két embert egyébként. Szerintem még neki is megint volna egyébként. Talán amúgy, hogyha normál csapatot összehoztak volna, szerintem biztos fanolni akartak haverokkal, meg ilyesmi, vagy nem tudom, hogy ott neki a Max meg a Shroud az kicsoda. De hogy amúgy gondolj be, hogy egy ilyen izé, gyors. Egy Car Ventura, vagy bárki ilyen amúgy. Ja. Hát ha ők így alapból rámennek, biztos, hogy ők az első. Ők, szerintem ők alapból nem is mentek rá? Nem. Hát szerintem sem. Vagy legalábbis hát nem volt az a cél. Lehet, hogy sarudnak ugye volt. Sarud. Sarud. Aztán neki sem volt, inkább csak az, hogy megegyen a szár neki. Ja, hát meg lehet, hogy ő tényleg azért, hogy a Lilith-re akart rámenni. Ja, nem tudom. Igen, Shroud, ja. Ezt behívták bent. Shroud, nem Shroud, baszdmeg. Ben. Szerintem még mi azt se jelen érdekli. Imádom izét... Most megcsinálta a World First izé HC Lilith killt. Az elég jó, szerintem az kicsit jobb. Bassza meg. Igen, mondjuk úgy lehet jól gémelni. Vagy nem is az, hogy jól gémelni, de lehet magabiztosabban vagy komfortosabban gémelni, hogyha mondjuk mint Shroudnak, hogy mondjuk a társad az ilyen világ egyik legjobb játékos a több játékban is, ha nem a legjobb, ami ilyen játék.
Jövi hátányra, majd el akarok menni. Ez, el, de elég jó erről is, igen. Nekünk elég jó. Magyar Ben. Magyar Ben, Benedek. Meg kell néznem, Dank mit küldött. Café Csiga, nice. Miért használnál Voltot bármikor amúgy? Nem úgy van, hogy a Volt elméletileg valami kurvára szar futárcég a Fudorához képest? A Fudora se egy top notch, amúgy, de hogy a Volt ez aztán, aztán kriminálisan szar. Nem fordítva van. Miért a Voltról szoktál rendelni? Igen. Most már egy ideje. Inkább. Mert? Mert kurva szar a másik azért. De miért szar? Mert nagyon rossz tapasztalatom van azért. Mi a, mondja már egy példát, azok az, hogy rossz tapasztalatom van, ezeket nagyon kevés. Az, hogy mi ez a customer service kutyaszar, csomószor izé késett a futár, csomószor izé volt a tudom én, hiányzott valami rendelésből. Azt akkor mit mondanak, jó van izé, tessék itt egy kupon, izé felhasználhatod két hétig, hogyha drágábban vásárolsz, mint ez a kupon. Közben az meg. Hát de ez mindig így működött. Hát jó van, tudom még szar. Ez Volton is ilyen, nem? Mindegy, lehet az is szar, én nem mondtam, hogy az jó, csak hogy ja. Most talában inkább onnan rendelek. Ez a dungeon. Ja, én a Voltnál hallottam olyanokat, nekem úgy rossz tapasztalatlan volt, nekem kifejezetten, ha valami a probléma volt, akkor nem az étteremben, nekünk a Móri Zsigmondi KFC-be volt. Szerintem olyan 80% esélye van arra, hogy ő... az, hogy mindig valamit kihagynak a kajából. Ami múltkor, tehát ilyen 10 alkalommal legalább 7-8 alkalommal vagy krumplit, vagy bazd meg egy egész menüt kihagytak, és akkor nem tudom, az nagyon szar volt. És az meg nem a Foodorának a hibája. Na megyünk, vagy mi van? Aha. Vagy mehetünk, inkább nem. Ja, várjál, elkezdem a sákomat, mert valami benne maradt. Inkább csak ürítem, nem is csinálok fel semmit. Jövőszem, hogy legyen hely benne. Ez egy 6-6-ot ott hagytam a pályán. Hát, nekem késés soha nem voltam úgy, hogy most én aztán úgy leszarom, hogyha ilyen 10-20 percet késik, vagy ilyesmi. Nekem ilyen 2 órás késések nem voltak, az alatt meg általában leszarom. Ha izé volt. Hát azért 20 perceket ne késenek, hogyha azt mondják, hogy ennyi idő alatt jön, akkor azt mondom, hogy... aztán írjanak többet. Oda tudják írni, hogy mennyi idő. És abban nincsen semmi, hogy beírja, hogy tudom, egy óra rendelés, azt akkor 50 perc alatt jön ki. Viszont, hogyha odaír, 50 perc, az 60 alatt jön ki, akkor azt mondom, hogy bazdmeg, akkor ne írja oda. Én legalábbis. Bemész a dungeonbe? Aha. Hát bazdmeg, nem? Hát, jó, ezt aláírom egyébként. Legtöbb helyen olyan van, azt inkább fölfelé inkrementálódik a counter amúgy. Nem mondjon fel. Azok ott, hogy az sem a Foodora hibája, hanem ott a futárok valamit bókolnak mindig a telefonnal amúgy. Vagy pedig az van az, hogy ilyen hogy van párhuzamos. Párhuzamos rendelésük van, ami olyasmit jelent elméletben, hogy így kettő kaja, amit ugyanarra tud vinni, és a másikat viszik ki el. Jó, Fred, valahogy nem mindenki tud elmenni étterembe kajálni. Valaki csak rendelni akar egy lófasz kaját, mit megesz. Igen. És hogyha már rendel, érted, és be akarja osztani mondjuk az idejét, oda van írva, hogy 60 percet jön ki, akkor nem 90 percből akarja megenni a kaját. Hanem 60 perc volt. Ha már van egy ilyen szolgáltatás, akkor bazánk érted, azt szeretné, hogy... Hát, és fizet érte, akkor ezt, legalább azt szeretné, hogy úgy... Ezt megértem, de szerintem az a 30 percre nem múlik sok. Én csak azt a timertéket csak le kell szarni, és nem múlik sok, ugye? Nem, sem tudom. Viszont, ja igen, szóval... Persze, olyan, hogy mondjuk van interneted, egy hónapban egyszer elmegy egy napra, hát nem sok, mert csak egy nap egy hónapban, de mégis fizetsz érte minden hónapban, akkor ne menjen már. Szar hasonlat, mert most hát, ez nem az, de... rossz hasonlat, igen. Jó, de érted, tehát hogyha az van odaírva, hogy annyi idő, azt mondom, hogy néha napján előfordul, de azt, hogyha... nem tudom.
tudom én, 20-ból 20-ból 3-szor, vagy ilyesmi, vagy 10-ből 2-szer. Jó, szóval én csak azért akartam kérdezni amúgy, mert én nagyon sokszor hallottam olyasmit a Volton, hogy így... Az meg a másik, tényleg igen, nem is csak az, hogy késik, hanem még ki is hűl a kaja. Tényleg, ezt nem is mondtam, de... Jár van, hogy tud kihűlni akkor? Jaj, hagyjál már, bassz meg. Most nyár van, és hogyha télen késik, akkor mi van? Hosszan, azt aláírom. Tudom, hogy ilyen hideget... Amúgy ez attól, hogy nyár van, simán kívül. Az meg a másik, ha meg hideget nem rendelsz, tudom, akkor meg nem, akkor meg fölmelegszik bele. Én így úgy vagyok, hogy kifizetem a kaját, és hálás vagyok, hogy megjön, és megjönhetem. Yeah, de jó neked akkor. Egyre lehetne azt mondani, akinek a szar is jó, bazdmeg, annak mindegy. Hát de bazdmeg, kifizeted, kihozzák a kaját, azt komplén ezben 20 percet késik. Hát mert oda van írva, hogy nem 20 percet késik. Igen, tehát, hogy nem az a bajom. Akkor ne írjanak oda sem, az is jó, ha nem írnak oda sem. Akkor az benne a fasság, hogy odaírják, hogy tényleg de hát, 20 amúgy, perc. És jó, akkor hát akkor, de akkor figyelj, annyit mondasz, hogy... Akkor nem nézed az időt, vagy ha már 5 minőt... Nem nézem az időt, ők vállalnak egy szolgáltatást, igen. Amire odaírják, hogy ennyi időt vállalnak, amíg kiérkezik. Igen. Ha nem érkezik ki, akkor az a szolgáltatás nem működik. Írják azt, hogy még feldolgozás alatt, vagy anyám, de hogy ne írjanak olyat, ami így nem reális. Tehát, hogy, meg, tehát, hogy nem is az a baj, tehát, hogy itt nem azokkal van a baj, hogy mit tudom én 20 perc, és akkor kijön mondjuk 25 vagy 30 alatt, hanem az, hogy... Azt írja, hogy 20 perc, és kijön mondjuk egy óra alatt, vagy másfél alatt. Ezt megértem, de itt most 20 percről van. 20 perc is, a 20 perc is sok. 20 perc, nem, az nagyon sok a 20 perc. De értem. Nem, én most nem azon akadtam ki, hogy késik, azon én is kiakadtam. Nekem is, tehát hogy itt egy nagyon jó példa, ami amúgy nagyon szomorú, hogy jobban belegondolunk. Volt egy olyan, hogy a Pizza Forte 1 óra 40 perc alatt hozta ki, és betelefonáltam még 1 óránál, hogy végülis what is up, man? Mondták, hogy majd jön. Jó. 1 óra 30 percig felhívta őket, hogy születésnapi buli van, és kurvára várunk arra a pizzára. Mi a fasz van? És hát a csaj kicsit megszeppent, és mondta, hogy hát... Jön, de akkor ezt majd ingyen odaadják. És utána végül én úgy boldog voltam, mert a gyerek meg adott 2 sonkakorizás pizzát random, mert így már nem tudta kiszállítani ezt a másiket, és odaadta nekem. És kicsit... Ugye az ember egy kicsit belegondol, hogy születésnapi bulira nem egy darab sajtimádós 32-es pizzát rendel. Igen, tehát átbasztod őket, az egy másik dolog. De hogy így... Ja, meg ugye volt a másik, amikor késett a pizza futár, ott volt 10 évben, ott volt bukósisakban, és akkor mondtam, hogy én így alapvetően nem szarom egyébként azt, hogy... És akkor viszont akkor kivételesen akkor egyszer nem szartam le egyébként, és így mondtam a futárnak, hogy na most akkor jól beszólok neki, hogy mi van, nem láttál a forgalomban? És leveszi a bukós üreket, és karcsal volt neki. Elnézést kértem, és adtam neki 200 forintot, hogy bocsánat. Az, na szóval... Igen, ez itt szállj le igazából. Igen, ahogy egyébként az is lehet. De hogy így nem tudom, engem így most, én 20 perc, nekem annyira kurvára mindegy. Ha egy órát késik, teljes mértékben megértem. Mert akkor már kihűl és szar, és azt aláírom. De én 20 percen nem baszom ki a balhét. Mondjuk a megkésülés 20 perc alatt is kihűl. Sőt, hát nem is ott mindenki 20 perc alatt lenne. Ki tud, de... Mi rá is van írva, hogy hány percig jó, azért te dolgoztál te olyan helyen, nem? Persze. Na, hát rá is van írva, hogy meddig jó. Amit Bakosa ír egyébként, az meg totál igaz. Nekünk étteremben sokszor volt az, hogy ő... Nincsen bajom azzal, hogyha lassan... Ha késik a futár, és írják oda, amikor izé van, hogy nem, mit tudom, 40 perc lesz, és akkor nem izél az ember. De sokszor az volt, nekem meg... Ne, azt meg az a gond, hogy azt meg a én nem vagyok biztos, azt majd ő, az úr megmondja itt a üzenőfalon, de hogy a telefon kiszámol egy átlag időt. Jó, akkor az átlag időt emeljék meg 10 percet. Nehéz, megcsinálják a fúdórások, azt mondják, hogy srácok, bazdmeg, a rendeléseinket általában sokszor késnek, látjuk, akkor basszunk hozzá 10 percet. Na mindegy, egyébként az teljesen igaz, nálunk is volt étteremben csomószor. Hát nem is azt mondom, hogy a futár a hibás, meg nincs egyértelmű hiba, vagy nem tudom. Mi a voltos futár? Talán inkább azt, hogy amit az egész... Mondom, a cég azt akarja vállalni, hogy ennyi idő van rá, de sokszor az éttermek be vannak tömítve, meg
Mit tudom én, elakad akármi, csak de... az a gond, nálunk, nálunkből sokszor az volt, hogy volt, így a futároknak is volt probléma, mert ott a rendszer gondolom szintén kiszámolja, hogy a futár milyen messze van, akár légtávba számolja, és lehet ez a probléma alapvetően. Az volt, hogy fogtuk, volt, elkészítettük a 10-12 ezer forintos rendelést, nem, de lemegyek, lefelé megyek. Sok a resistance-ot majd le kell basztani. Jó, én CD-t várok, CD-t várok. CD-t kell jönni. Jó, mehetünk. Engem, bocs, meséljek tovább. És hogy sokszor az volt, hogy azt írja, hogy 5 perc, és olyan 4-5 percnél kezdjük el összerakni a kaját, mert olyan 10 percig lehet bezacskózva, utána nem tudjuk garantálni, hogy meleg, és azért baszhatjuk ki, és kezdhetjük előre. És így megcsináljuk előre, beleszerakja a 10 000-es rendelés közben, érted, ott vagyunk a... Ott vagyunk egy olyan étteremben, ahol tele van külföldiekkel, kurva sokan vannak a kassa előtt is, jó, oké, összerakjuk, és 10-20 percet ott áll a kibaszott kaja. Akkor kezdhetjük előről, mikor megjön, és akkor utána a futára türelmetlen. De a futárt is megértem, biztos neki is lehetett valami szar, meg ilyenek, szóval nagyon szar, meg két oldalú a dolog. Ja, semmi gondol. Ja, sem. Jó, alapvetően én nem szoktam abszolút problémázni. Amikor valami gond van, azért előfordult már. Mink? Ugyan mesélek majd volna. Előfordult már, de az engem zavar, hogy oda van írva, mondjuk, hogy tudom én, 60 perc a szállítás, az másfél óra. Hát akkor bazd meg, ne legyen oda írva. Szóval nekünk volt egy ilyen. Akkor előre eldöntöm, hogy mit tudom én. Nem tudom. 1 óra 10 perc, akkor inkább rendelek máshonnan, nem tudom. Fudorán. Azért 30 Fudorán percet rendelek. Meg csak ne késsen semmi. Hú, geci amúgy. Verjem beléd? Nagyon jó veled beszélni. Mellett. Fudoránról rendeltünk. Robban itt minden. Tovább. Fudoránról robban. És... bátyámnak a munkahelyi címe volt megadva, és elbasztuk, mert itthonra akartunk rendelni, és fiatal munkahelyre rendeltük. Ugyanaz a kerület, nagyon közel van a lakhelyünkhöz, és írunk gyorsan a supportnak, hogy baszki, ne haragudjatok, elbasztuk, ide kéne hozni a kaját, ne oda. De hogy jaj, tök jó, semmi gond, még a nem tudom milyen kódon belül van, nem kell ezt rá fizetni, átírják a lakcímet. Elég szép. Mondom, hogy kösz szépen. Nekem még fél időt, köszi. Mondják, hogy persze, és így ilyet írnak, hogy elnézést kérünk a kellemetlenségért. És mondom, milyen kellemetlenségért? Hát mi basztuk el? És így, hálánk, vagy nem tudom milyen jeléből, szeretnék adni egy 2000 forintos kupont. És mi basztuk el, és mi kaptuk a kupont amúgy. Borzasztó. Nem is értettem, hogy a kupont elfogadtuk. Ja, és akkor még odaértek, hogy máskor kérlek ellenőrizd, hogy milyen címre kéred a izét, és így ellenőrizni fogjuk, bocsi. Ja, semmi gond, itt egy 2000-es kupon. De én azt mondom, hogy a nap végére örüljünk az meg, hogy tudunk kaját rendelni. Jó, ebbe igazat tudok adni, de attól még... És akkor customer service, amikor így izé... Nem tudom, régebben... Régebben, mint hogyha izé sokkal... Nem is tudom, hogy mondjam, hogy engedékenyebbek voltak, vagy nem tudom, hogy csak beizérted, hogy késett, azt nem hiszik. Persze, csak nagyon sokan kihasználták kontin. Jó, ezt megértem, de most azt akkor jön a izé, mit tudom én, most mondok egy átlagos izé, vagy nem tudom milyen nevet, érted, mit tudom én. Szia, izé Alexandra, amiben segíthetek, és akkor izé 20 percet még ott baszakodik, hogy rájön, hogy tényleg az-e a probléma, mert hogy biztos sokan geciskednek ezzel, hogy átverik a rendszer, és akkor utána, jó, igen, hát akkor tessék, itt egy kupon. Na jó, bazd meg, és akkor mit tegyek? Megegyem a kupont hónap, vagy mikor? Nem tudom, hogy ezt streamen kéne mondani, amúgy alapvetően mindig az volt a tax, hogy nem kell, tehát hogy ilyenkor mondj nyugodtan nemet a kupon. Ja, és akkor visszautalják a pénzt 8 nap múlva, vagy nem tudom, mi van. Legalább visszakapod a pénzt. De hát, bazd meg. Most milyen 8 nap, most nagyon kell ezen 2000 forint? Hát általában nem, csak jó, magamnak rendelek itt, például Pesten.
Oké. Ja, meg ugye átlásában. Jó, oké. Én csak arról beszélek, hogy általában... Hát azért, ez szerintem... Oké, mondjuk, hogy már, hogy azért, hogy ja, nagyon kell az a 2000 forint, ez akkor azért ráér, vagy hát akkor ennyire a jövőre is visszaküldheti. Annyira 2500 forint. Nem, azért ez nem így működik, de van egy valamilyen szabály, vagy valamilyen jogi dolog, amiért nem küldhetik azonnal vissza a pénzt. Értem, csak hogy, tehát, hogy ez, hogy majd visszaküldik, hát attól még én nem ettem, vagy szar volt az azért, amit kaptam, és most az, hogy visszaadják a pénzt, vagy az, hogy adnak egy kupont, amit szintén náluk vásárolok le, és amivel ők nyernek is, mert ugye drágábban kell vennem, tehát a legrosszabb esetben ők 1 forintot nyernek rajta csak, de nyernek. Az mondjuk, amit Bakosra írva, az mondjuk, elég gondolítom. Tehát nyilván szar, tehát az a baj, hogy szar az egész, mert gecik az emberek, lásd Erza is baznak, és főnapi zsúra rendeli egy darab kukoricás pizzáját, azt mondja, hogy miért nincs már ott. Én az nem volt geci, másfél óra után próbáltam én is kigyerni a maximumot belőle. Ja, igen, ezért a szűnapon már nagyon érsek vagyunk. Itt van, hogy 20 napot, hogy nagyon kén az egy darab 32 centit pizza. Lehet. Mindig is. Hát egy etióp színe viszont. Jézus, a Danis! Wow. Danisnak nagyon ilyen néző humorja van, csak mondom, aki nem tudná, ez csak vicc volt. Yeah. Mr. Tislitz majd abban nagyon nagy. Dobban ez, ezért, de bizé. Értem, közötti pontom. Elrakta mindenre, mit tudom én, valamire lárakta. Mi alapján? Egyre lárakta, de többire meg nem. Alapján, picit annyi ráim már, hogy ott hagyjuk, hogy egy plusz egy darab bobbal, vagy nem tudom. Hát azért azt sem ez már. Hát, az meg igen. Mondjuk meg kijöttem maci formból, az meg... Jó, kijöttem. Ne van, reality check. Magad beszélgettünk most. Előlök én is egy kicsit... Hol hagytunk egy mobot, ahol geci éjszaka? Megabani. Jaj, ne! Ez GG, akkor leveltem. Hol az az egy bomb? Fős mű. Ne, és az volt, hogy láttam, és csak már ráizéltem, hogy rányomtam egy test. Hát igen. És az a jó, hogy és egyből visszautalták rá az meg. Ez kemény, hogy nem volt benne a rendszerben, azért az egy kurva anyád pillanat. De én annyit tudok, hogy ugye úgy van az, hogyha valamit elbasznak, vagy valami nem működik úgy, akkor a legkisebb kupont ajánlják, és addig ajánlják a kupont, amíg nem kéred vissza igazán a pénzed, mert nekik az az utolsó ilyen lépésre visszaadják. Ja, amúgy itt nem lehet igazán egyértelműen kijelenteni, hogy valaki hibás. Mindenki hibás, meg senki se, de azért az, hogy mennyi idő alatt hozzák ki, azt bármikor följebb vehetnék az oldalukon. Szerintem. Azon most nem fognak kevesebben rendelni, sőt, akinek korábban jön ki, az még lehet jobban is örül neki. De úgy hát ne csak gondolom, lehet, hogy van valamilyen úgy ne basszanak. Ilyen európai átlag, amire tudod, úgy lehet venni egy állat, hogy... Úgy ne basszanak ki senkivel, mint Zotyával. Jaj, bocsánat. Velem, hogy... velem, hogy basznak ki? Nem tudom, de ez nagyon jó sztori, elmeséli a Zotya. Nem emlékszem rá. Hát meséltem már, csak... Hát nem muszáj, Zotya, nem szeretnéd.
Hogyha legközelebb ír le egy TXT-be, és amikor megkérdezzük, akkor csak copy-paste-et be tudod. Robban. Na csak egy volt, de. Hajt ér el meg. Tudom lenni. Nem ölöm meg. Nem tudom a portot. Későn robban, nem? Mikor robban már, vagy mi van ott? Te? De az nem is robban, még ma az a mobon van rajta. Most robban. Nem, még nem, még nem. Meghaltam, tudod? Most robban, meghaltam. De csak két elixir, amit észrevettem. De azért most, amint nem azt mondom, hogy hülyeség, amit mondott Francis, de ez szerintem nagyon sok embernek nem ilyen. De valaki nem akarja, nem akar az étterembe beülni és ott tenni. Valaki simán így hazaviszi, leül otthon, és mit tudom, megnyomja, bekapcsolja a TV-t, vagy akármi, zenét hallgat, nem mindenki akar abban a környezetben enni, hogy ott mások ott esznek mellette, meg kijön a pincén. De jó, akkor van, akkor. Nem tudom, még a beülésre érvényes ez. Akár érdekel, csak nem akarom olvasni most. Bye. Jó, hatosan nem kell ide, nem vagyunk hatatlanok. Tudod. Menjünk szerintem. Mi? Menjünk szerintem. Jó. Maradt meg? Na, ezt mindjárt felolvasom az otyáját neked. Szóval gondoltam, rendelek egy kis spagettit az egyik helyről, ahonnan már csomószor rendeltem, nem is volt soha gond. Időben csönget is a csávó, beengedem, és furán lassan ért fel a másodikra. Azt mondja, lejtette a telóját, én meg így, mi a szar? Oké, elmegy, én nekiállok enni, vagy nekiállok a kajámnak, és ilyen kicsit poros meg fura az íze. Hát mondom, valami nem jó, kidobtam. Másnap reggel megyek le, és ott a kis szósz volt a lépcsőn, bazd meg, hát lejtette a kretén, azt visszarakta a dobozba, és úgy hozta fel. Jöci, nem lehet bejelenteni valahol? Mármint, hogy így valószínűleg így zero proof, de így... Kászor nem vele a felelősség. Hát így most vicces azért. Köszönöm. El tudod képzelni azt, hogy így Denimhez megjön a futár, lejti a kaját, és utána Denim észre, és Denim leszopatná a futárt amúgy. Tök nemtől függetlenül, értem. Na jó, akkor hajolj! Ezt most beszoptad, de ezt is befogad. Szarrá, szopatná. Figyeljük ez egy kicsit.
Hol van Mary Jane? Hát ott ilyen érzés lehet, amikor Shroud benne játszik, mint amikor EJ-től. Már nem azért, mert EJ annyira jó, nem, mert hát már százas, aztán már erős volt. Jó, gicsak egy szem. Gondolj! Hú, basz, meg a robbanások a tanár. Megyek középre, jó? Kaját akarsz kivinni, azt telimet kell lecidáztatnod konkrétan, mert véletlenül lejtetted a kajádat. Legalább milyen volt ma a munka? Hú, baszeg, tőszopás. Szétszopadták. Ez a goblin nem ússza meg. Danis! Mondjad. Azok gondolkoztál, hogy azért kapsz mindig kettő darab szívószált a McDonald'sból egyébként, mert lehet, hogy tetszel valamilyen izé kasszás csajszínek is. Kasszás? Akar neked a kasszás csajnál, érted, hogy imponálni akar neked. Hú, az a cuki fiú rendben, mert megint akkor kapja a 100%-a több szívószálat például. Igen. Fixen. Endor? Gyors Endor? Hol van? Ó, beszeg. Nem ilyen beszélgetésben kicsit lelassult. Azért gondoltam egy kis vizet, frissítés. Hol van? Nyomok egy kis izét. Felállás majd ez a állat. Tehát
se csinál semmit amúgy. A Thorns-nál jobb. Damage reduction from close, damage reduction az, damage reduction from close enemies, az jól áll. Zakás. Re. Ez lehet elég jó. Van hell. Van hell tight. Kéne majd egy hell. Akarsz szünetet tartani? Felálló szünetet? De neked? Van. Masina vagy az. Van kevésre tápni. Ja, ez upgrade. Hát ahol egy picivel kevesebb armor. Mennyi ez? 3 40 57-tel kevesebb armor. 700-al több HP. 600-al több damage reduction from close enemy. Kettő több HP? Mennyi? 700-al. Vágott, hogy csak a gemek miatt annyi. Ja, valóban. Akkor 100-zal. 90-nel. 90-nel több HP, 70-nel kevesebb armor, viszont... Viszont... Bocs. Viszont 6%-kal több damage reduction from close enemies. Plusz potion... Várj, injured your potion on assurance, 30% max life az barrier. Ami valószínűleg nem fog megtörténni remélhetőleg. Valószínűleg nem is kell majd, de... Mehetünk fel. Hát így nem lesz meg a 95-9-ig. Ugye elindultam. De egy 95 legyen meg ma. Az a legjobb amúgy szerint. Hát ha vissza ninja, akkor... Jössz? Aha, csak háromszor kellett rágyomnom. Poti check. Megy még le. Másodperc. Yeah.
Van is? Bocsi. Élsz meg? Igen. Azt hittük meghaltál, bassz meg. Hülye vagy? Rendesen aggódunk érted, Tadi? Igen, igen, amúgy. Ezek amúgy mindig, amikor valaki poti csekket mond, mindig be kéne menni akármennyien van. Igen. Mert amúgy annyira nem érzi, nem kell vele spórolgatni. Nem, bazeg, alatt van 24 darab cold resistes. Robban egy kicsit. Amint itt maradtam hát az ambusnál. Mindegy. Fine. Ennyit az XP parulára. Hát a Shrine miatt. Lesz, Jazz, jazz, jazz. Cepista. Hát az lett volna az, hogy addigra meg lesz az a szint, hogyha így is itt van. Hogyha tudtuk volna tartani azt a sebességet, amikor itt volt EJ. Ezt lefotózom, fél. Ez kurva jó. Köszi. Hát elméletileg úgy volt, de barmentem. Áh, hogy középen. Nem mindegy. Befalasztok. Nem, azt már kivették, hogy valamit azzal módosítottak a per főper 5%-kal. Igen. De ugye nyilván azt tudod csinálni, hogy ugye az XP-t azt minden dungeonben lévő ember megkapja, szóval így két irányba clearelsz, hogy többen vagytok, tehát akkor meg tudod csinálni azt, hogy Kápista, gyorsabban neked is hatalmas farkad van.
Ezért volt jó az, hogy így is itt volt, mert ő csak elindult a másik irányba. Van nagyon erős bélye. És gyorsan lezoomolta az egészet. Lezoomolta a bal oldalt, mi meg mentünk a jobb oldalt. Ugye így nekünk a bal oldalt nem kell leklirálni. Nincsen XP range, igen. És hát nem. Igen. Igen. Nem. Nem. Igen, igen, nincs. Nincs. Experience, igen. Ezért lehet buszon és partiba. Nem is te belül, elméletek az egész zónán belül. Tehát ha a haverod a városban van és te ölsz povokat kint, elméletileg régen úgy volt, hogy azt is megkapod. Ja, szóval így boostolnak partiba amúgy, vagy így lehet boostolni. Azért 70 pluszon annyira nem effektív így boostolni. Mint hogy egy 70 pluszos embert így boostol, nem annyira effektív. Az azért már jóval több damage is kell a többi embernek. De nem is, és nem is kap annyi XP-t. Hogy megérje sebességbe. Én mindig zotjának az üzenetét. Á, megértem, hogy szarul aludt, meg a lába is szar, megértem. Megértem, de valahogy. Valahogy Zottyának a születét is megértem. Hát amúgy volt már rá, voltak már itt patchek, meg voltak dungeonok belül változtatások, és ezen nem változtattak. Szóval sok más streamer is azt mondta, hogy úgy látszik, hogy ez az intended way még mindig. Számít, hogy számukra is ez szándékos. Diablo 3-ban is de ezek a dolgok voltak. Hát nyilván lehet az, hogy változtatnak ezen. De most egyelőre még mindig. Tehát ezen nekik úgy nézik, hogy nincs problémájuk per pillanat. Már kit érdekel, érted? Ha valaki ezt akarja csinálni, nem egy verseny. Most talán igen, de hogy így hát alapvetően tudod, ki a f... Ha valaki ezt akarja csinálni 120 óráig, akkor ők most ebben nem gátolnak meg. Itt nem is az a van, hogy valaki ezt akar csinálni, csak valakinek ezt kell csinálni, hogyha ilyen gyorsan akar föllevelni. Hát jó, de megadják a lehetőséget. Alapvetően semmi más értelme nincs a százas szintnek, érted? De mint hogyha így úgy akarnál játszani poéba, tudod, mint a százas lennél, mi a poéba? Tudsz 60-on is játszani. Az oké, de aki szólóban van, az nem tudja megcsinálni ezt, érted? Tehát muszáj akkor partizni, kb. Igen, abban nem biztos, hogy a városos cucc ez megvan még. Szerintem egyszer sem próbáltuk ki igazán. De a dungeon belüli cucc ez működik például. Jó rá, Marko, karmóta. Sok robban, semmi nem robban. Szokásos. Petör nagyon erős szerint. Na, láda. Yikes.
Pro... De miért kattintasz mindig rá? Semmit nem van. Volt már olyan, ami azt mondod, hogy hűűű. Ezt van Ádám, nagyon megérte most ki. Igen, izé, a 12 én zsebület volt benne. Ebből jön. Nem, csak kohádott. Spawnol amúgy babokat. Robban, minden. Robban, robban. Az is robban nagyon. Nagyon robban. Nem rossz ez, nem rossz, nem rossz. Density volt ez. Hát Blightshade-et dobott. Blightshade meg Baleful Fragment. De lehetett volna Angel, lehetett volna Angel-et is. Akár, az is lehetett volna. Hát... 95-t mindenképp meg kell share-em a... Meglátjuk, hogy EJ visszajön-e. A 100 az... Ha nem akkor. Az nem. Ha nem meg akkor majd, igen. Kompromittáló képet küldünk a barátnőinek majd. Nem, hogy neki megállni fogsz. Megállni Fox-szal volt Skype konferencián. Menjünk, hagyjuk inkább. Menjünk inkább, és kettő vissza. Néha azért a voice channel-re kattintok. És miután kilépek a partyból, utána kiírja, hogy valami probléma volt. Igen, igen, tudom. Hát vagyok a kecskésnél, állandóan. Jobban. Ja, köszi. Ups, három legalább.
És mi akkor neked vissza nem is esik? Vagy ott van a földön, sem tudod fölvenni? Aha, tonna ott van, mint három darab. Conduit. Háromszáz HP-ba az meg itt. Mi? Annyit kaptál szintén? Aha. Állulj velek. Tudj lejárt már a plaskád. Fél idő. Ugyanannyi, mint neked talán, nem? Jöjjön. Portálban nem akartam beleállni nagyon. A barrierre nem szokott sebezni, de amúgy fáj. Barra shrine. Greed, yeah. Milyen kibaszottan, ki van? Bocsi. Bocsi. Basz meg. Ponduljt benne, ez a baz meg inkább. Ó, édes Istenem. Nem mondtad, hogy balra srán. Jó van ez? Jaja, jól van. Akkor a kópa anyját. Hát kópa ez az atya.
Egyszer rendes fireballszal, egyszer a köcsökből. Hoppá be. Rendes fireball csak egy kis izé van, cheating. Van benne. Rendes fireball. Vodka. Pálik, pálik, amen. Megadni majd érben megint a mezges, jó? Jó. Pucolgatom. De kár, hogy mi... Oh, pedig ezen két defense van. De... Oh. Jobban mindenit majd. Nagyon be, ne menj be, ne menj be. Jó, jó. Hát Istennek nem annyira midi a build. Nem tudom mi alapján rakja át, tényleg. Litás rány. Yes. Csöves boss, vagy mi ez? Kettőszar szerintem. Yeah. Plusz szép is lett volna. Hol livetem? Gyorsan dorozok, jó? Jó? Ja, nyomja nekem is.
Bocs, én is elsítottam. Ragályos. Jaj, most kis izé van, ilyen kis izé. Ilyen kis... Punyadásing. Kis elsítós. És visszamegyek a TP-men. Jézusom, ez a gyűrű bazd meg. Tényleg el kell várni, most már izét csinálni. Majd ha lesz. Nagyon durca gyűrűket találgatok. Ez ilyen bizs gyűrű, hogyha tudok rá rollolni nagy HP-t amúgy. Nem, sose adott HP-t rendesen. Nekem sem, de most nagyon meg kell próbálni. Én Mother Embrace-t. Amit betörtem? Vagy mi volt az az tudom? Most törtem be. Nem, szerintem van még aztán semmi másik. Nem, mint hogy oda lehetne adni. De meg. Van egy kis HP rajta. 746 HP. 1002-ig talán nem. Ez legalább 1002-ig fel megy. Több ízi az jó szar. Nem. Dogwater, igen, nekem is. Ha? Lala a csetem. Ja. De róka. Az az ez is róka? A Brack is mémbe? Na, de így már elment pihizni egy ide. Semmi van 50 forgotten szólod, bazd meg. Nekem ja. Hát én mit nitrololjak. Nem. Tehát most ebből kéne egy olyan, amin izé, a slow duration-nél jobb, ugye? Például. Fegyveren az, hogy mondjuk, nem tudom, az orstat helyett van jobb mód, vagy a burning damage helyett. Slow duration az miért kéne... Ja, az a dead roll, a slow duration. Hát, ja, nem olyan jó, vagy nem olyan, szerinted nem egy nagy valami az, hogy kevesebb ideig slow volna. Ez a HyperX Cloud 2-nek a kábele, hogy ilyen majdnem 5 méter hosszú. A fél nap, nappali másik végén vagyok, bazony. Itt a crackling energy damage. A kesztyűn literálisan minden jó. Csak lehetne nagyobb roll minden, ugye? Meg nagyobb armor. De ezen konkrétan minden jó.
Jallala, te ott élsz EG mellett? Felében? Egy házon vagytok? Te, EG és izé? Lightos is? Az EG majdnem 3 órája AFK. Ezen a helmeten lehetne az orstat helyett mondjuk 1000 HP. Állasz a padláson. És az izé a Dézsi kúriába laksz. Ez is sokkal izére gondoltam a Breki úr tévés mémre. Mehetünk. Laskázzá. Ja, az nem az volt, hogy Breki neked nulla agyad, vagy valamilyen mi a mém volt. Amit írsz, mert nulla agyad. Valami ilyesmi van. Ilyen, tudod, ott ilyen, majdnem félig szállóiga lett. Mehetek rá? Na. Hát az jó. Ott nincs Jack. Nem tudom, mire tegy újat. Mindegy. Nem kalloltad, te rohadék. Na most kalloltad. Nekem nem járt le. Én csak benyomtam egy újat direkt. Be kellett volna mondani azt is. Ubi, köszönöm szépen a raidet. Sziasztok, hello mindenkinek. Hello, ubisták. Hello. Szóval, nekem még volt belőle egy csomó. Ah. Majd óvatosan lenne. Yep. Tudod? Ah, megölöm ezt a szart. Megütöm egy 600-szal. Hogy a pulver ezt oda? Bro! Nem. Persze Breki itt van, az, hogy te nem vagy itt, ő ezért szokott itt lenni. Hú, basszeng! Nagyon jó, én úgy szétszedek meg. Ja. Ennyi Naki hit mellett, bazd meg nem prokkolni. Jövök. Ne. Hát mindenképp megkerülni. Lilejük le baloldalt meg, azt tudom. Vigyük el, hát ha van ezek. Ja, mondjuk az is lehet, hogy eldispawnom. De most csak azért baszakodni van. Nem hiszem, de jön. Nem, ebben az ilyen közelben. Ennyi, de... Robban... Jó. Lehetett volna durva. Vigyázz, nehogy belehúzzon valami szarba. Bimelem. Bimeltem. Becsergetsz. Hú, bazdmeg. Fölhírja magát, he? Anya! Jó, beamelem rá azért PC-t. Beamelem? Ó, most kapni fogja. Megkapja méltó büntetését. Ennyit kapta, lejárt. Ennyi volt a beam. Lejárt, elfogyott a beamből. Ugye? Friss husi. És még egy shieldet felrak. Egy shieldet fixen felrak. A power koppintás.
én nem ebben leszünk, hogy pocak meg konti? Persze. Ilyen diablosok koppintják a poétbe, az azt meg szar is. Nem, nyugi. Ja, hogyha ha fogad az EJ nevet, elveszel 4 karaktert és hozzáadsz mondjuk 20-at, akkor kijön az, hogy pocak meg, hogy konti. Amúgy jól néz ki ez a game. Mármint... Jó, jól néz ki ez a game, de azért a Pol 2-s teaser trailer akármi bazánk. Hát az lófasz nem volt. Jó, egy jó van, én, jó van, én Poe enjoyer. Én Poe enjoyer vagyok, így is úgy is. Lát. Így is úgy is Poe enjoyer. Én tudni leszek kíváncsi? Robban minden. Hogy sikerült-e az esetnek, a kis csibészeknek, hogy évek óta akarnak, hogy lelassítsák a játékot. Ha ilyen szintre le tudják lassítani, kíváncsi azért az kicsit jajksz lesz. Hát ez volt a tervük, amúgy vissza akarták hozni az ilyen egy pont, nem tudom mennyit. Akkor is jelkezten, hogyha annyira lassítanák. Ugye ez pont mondtam. Nem azt mondom, hogy izé, hogy milyen jó a softcore-os képernyőn kijövök zoom. Hát de egy ilyen PCOC-s robbantásos izé, tehát tök mindegy, kérd csak, hogy mit csinálnak vele. Jaj, mert amit ott mutattak, ott ilyen nagyon lassúnak tűnt egyébként a Gamber palája. Ja, hát az csak egy izé volt. Az inkább látványos akart lenni szerintem, mint akkület. De izé, és most gonosznak a Mahu katonák vannak? Tusson, nagyon big történet. Igen, a másik izének biztos lesz meaningful story. Most olyan pocak kontisztál. Pocak kontisztál. Hát izéjed, ugye fullos új sztori, ezért kap a Pol 2. Ha most az, hogy ott olyan lassú, de menned azért a... Mostani Poe-nek is a, tudom én, az elején azért nem vagy gyors a játékmenet ezzel. Különték az Onslaught-ot úgy, igen? Igen, ez igen. Még Onslaught-ot tényleg ide van. Attól még az év. A Double Jump Tech az még ott van amúgy. Na majd Exiconon. Azt meg nem tudom. Jungromba nagyon csalódtam ez meg itt izébe, Diablóba. Nagyon krumpli amúgy. Végtelen nagy, hogy az ember, az meg aztán krumpli dolgokba hal meg másodjára. Menjünk, vigyük már. Hát be van fagyva az. Hova jön? Ne. Jó, az? Megálltok egy koponyát a térképen, akkor már... Nem, az ilyen más koponya. Tehát az ilyen bossi konya van az. Góra! Avul! Gondolj! Mizu, halló! Haj! Jövök, volt így rossz! Írtál megszakadt a kapcsolata a kamera, vagy a mikrofonnal. Biztos azért, mert elszállt. Az űrállomásra elszakadt a kapcsolat. Szerintem az előzőt se pontoztuk le. Más az a melyik volt az. Ja. Kéne, lehetne csinálni, igen. Big plafonról leszakadó ambus. Ládából kijövő ambus. Plafonról leszakadó ambus. Izé random. Megjelenő ambus robban.
Hello guys, Quantos Wizard TV here. Today's episode I'm going to talk you about Ambush. Very, very good experience Fallen Chambers. Fallen Chambers is basically usual dungeon like others, but with a lot of ambushes. There are a lot of ambushes, for example, padlás ambush, ládából kijövő mega ambush. Rákattintok a shrine-ra, de mégsem shrine ambush. Csak mikor fogok elszáradni, éjfélig mennyire bírom bazán. Jó az a játék, de nem ennyire. Robbanni fog minden. Yes. Nem minden amúgy, de... Ennyi lesz. Egy. Nem rakja át, nem tudom mikor rakja át pontosan. Nem tudom mikor rakja át én se. Ért valaki? Ért valaki a zöld szemes modhoz? A Plague Bearer rész? Pontosan mikor rakja át? Az nem tudom mi. Az nem tudom mi. Nem van, ezt kicsit felrakom a lábamat, bazd meg. Lád ambush. Ez a Phoenix Club, aztán. Igen, ő. Meg leszem? Ha. Vittettem a kis pocakos. Robban. Nézd meg, ilyen 10 másodperc, bazd meg. Még le kell olvadni a fúziós mag. Basszeg. Nem baj, ne gyere rám még. Most. Ide látom, átnézek a másik monitor, és egy kis szarevő mosolyod ott van, basszeg. Mehetek? Megyek. Volt ott fingás, az biztos. Borogott. Nem, az csak... Nekem az összes olyan cipőm, amit találok, az movement speed-es, a push charge helyett. Nem tudok kiugrani, ha egyszer ugrok már. Jó volt, ez inkább menjen ezt képpel. Hát, hogy nem hattam volna meg benne, de... Nem mondom, inkább menjél benne, vagy menjél el ezt képpel. Robban is. Yes. Hogy lala? Robban.
Hívát, ha. B-Joker. Haha. Csak fülemet vakarom. Hol van? Ha? De. Szergej? Há, milyen challenge? Top 1000? Hát az remélhetőleg még... Én még igen. Hobba. Hán? Vagyom. Csak... Torakolnál volt már, mert... Pózis gang lesz itt a vége, úgy érzem, hamarosan. Várom a bombomat. És hobbanni fog itt. Az is. Az is megfertőzte. Megvan. Ja, de az alsó az nem. Igen, megfertőzte. Lehet, hogyha a robbanás vál benne esetleg? Azt kellett volna megnézni, nem? Nem tudom, mind a kettő benne át szerintem. Nem vagyok streamer. Nem vagyok streamer.
Conti cinkos társa vagyok csak. Conti egyszer azt mondta, hogy BMX-el átmegy a bokámon, hogyha bármikor bemerem kapcsolni az élő közvetítést. Szökő évente szokott streamelni azért. Kamu Shrine. Nem volt ambus a ládából. Mentem a scammu. Mondulj. Mentem tovább. Hajom ott neked, amíg ott marad, azt hajom. Merre is ide van? Robbanni fog. Meglepem mindjárt szintet, aztán hozok inni, jó? Jó, akkor... Tetszol három? Aha.
reális a 95 szerintem session végéig. De az nem 8 óra, hanem inkább éjfél. 95? Aha. Hát, ha visszajön így, akkor biztos éjfél előtt, és jóval éjfél előtt. Ha visszajön így. Itt jó csolsz. Hogy visszajönne? Igen. Jó. Hát akkor csak hova ment? Aludni vagy pízni, akkor valószínűleg visszajön. Kivéve ha nem megy el, mit tudom én, inni. Az nem lenne szép, az nem lenne szép. Akkor lehet, hogy dühös is lenne. Sőt, akkor lehet még talán Zotyának a szavával élni. Nem küldtele neki, vigyázz nagyon. Nem küldtem el neki. Még out of context lehet, hogy nem érti. Nem akarok itt rám el. Aki itt volt, annak vicces volt szerintem. Én jót mosolyogtam rajta, legyen ennyi. Na, ugye lehet urantott a shieldet volna. Ne. Basz, mint elakoltam. Milyen fasz? Elég susi. Ide kell buildelni a gépet. Most kell szóra kis faszos. Igen? Yeah. Én Discordon vagy meg. Ja. Nem volt hangja, de ébresztő jön. Glitch shine, yeah. Elkezdett a barbáros fegyver, nem is értem. Jó, hogy lehet felmegyek majd. Miért jött 530-es? M40. Mozogjál amúgy, mert én valamikor lemegy. Nem tudom, ezt én is nézegettem, lemegy, akkor lemegy. Nincs ilyen parti. Lehet, hogy letaboltam az ében, miért menne föl? Lehet. Én is ezt vettem észre. Amikor EG-en játszottam, nekem én 200 volt például, de amikor sokat tabolgatok ugye, szintén. De lement talán, remélhetőleg. Lement. Ú, nagy robban, pikmú. Figyeltél? Aha. Ezután fölmehetünk. Jó. Tudod, durva, hogy ez az öt szint különbség, az nem nagyon tűnik el egyébként egyáltalán.
Igen, ezt mondtam, hogy azt hittem, hogy így egy behozzuk úgy kicsit, hogy érted, a kisebb ezt a különbséget. Még mindig izé, már mióta. Talán így, talán ilyen 95 után ilyen egy szinten hozhattuk be, vagy nem tudom. Talán kettővel. Bro, na várjál! Nem egy power leveling. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Az beroppa. Nagyon vigyázz, nagyon vigyázz! Igen, vágok. Bassz meg! De jó, hogy szóltál. Köszönöm. Akartam mondani, hogy nézzük meg. Ne, nézz, és slow pass sem nézz. Nem prokkola. Help. Robban minden még, vigyázz. Ja. Itt már is nem, vigyázz, több vigyázz. Már nem, valószínű. Fel már hátul volt. Barrier gyerekek, baszkány szar dolog. Annyival jobban lehetett volna ezt utána. Lehetünk föl is. Balzak. Van ez, mint a poénban egy ilyen, ezért. Turbós strongbox. Néha, nem? Turbo strong. Nem is tudom, mi lehetne hasonlítani amúgy. Két ágátok, majd iszok egy kis mizó madárt helyre, amit ide hoztak elém. Leesett a bütyke. De jó. Szevasztok! Na, hello. Kis power napping, mi? Te hello, itt. Power napping-ekbe. Sikerült pihenni? Hát az úgy voltam vele, hogy pihenek is, hogyha jön. Sikerült legalább. Jó, helyes. Mondjuk ennyit nem akartam. Most tudom, mikor mentem el. Zotya üzent is erre valami. Mikor mentél rá? Zotya nem volt. Zotya, a csáj így a berúgja. Nézzük akkor, mit kamuzott. Ó, de csúnya. Az igen, Zotya. Ilyeneket írkálsz. Ő megyek városba, hozok én. Nagyon jó volt szerintem, nagyon komikus volt. Izsé, hol van Izsé? Hát lehet elment aludni, akkor a kurva anyját. Csak azt mondtam, hogy a kurva anyját tűntjétek akkor. Jadott a leje, az egy lényeg. Ja. Nem ő volt, ez trükkfelvétel. Imitált valaki. Jó, megértem. Egy itt akkora VR van, úristen, bazd meg. Tudunk menni egy kis Helltide-ra, please? Én most hozok inni. Én most nem megyek, akkor powernappelek. Mi csinál? Megyek. Powernappelek. Megyek, akkor Helltide-ozni egy kis. Powernappelek, hát most jött. Ja. DJ Helltide? Addig? Nem, cigizek a szők. Aha, mindegy. Bármit tudjátok, segítek. Csak. Nehogy elmenjen az áram, vagy a net, bazd meg, mert ez nem néz ki olyan jó. Nem tudom, hogy megvédetek. Húha!
Mi ez a nadrág? Hát telefosok. Hát azon egy jó mod sincs Erzának, úgyhogy mindegy. Na Phil. De a Burning az neked jó egyáltalán amúgy? Micsoda? Burning az jó egyáltalán nekem? Hát jó amúgy, de az a baj, hogy most jelenlegi build-e csak a két jó a burnerök. Úgyhogy jobb lenne nyilván damage direction from close. Buri, keres Facebookon. Igen. Ja, nem megy a Facebook sa. Jaj, bazzak. Jössz, te izélni amúgy? Kotti. Igen. Te jössz, eltájdozni? Neked kell? Mondtam, hogy még kimegyek inni valójért, vagy ilyenek. Jó. Csak kérdeztem. Hát majd csatlakozom, hogyha elkezdődtek, akkor jó. Én elkezdtem. Mi nem rendeltünk kaját. Vagy mi? Ma, legalábbis. Jujjjjjj. Jövá! Ball, I think. Hát ugye alapvetően az lenne a lényeg, hogy a Ball Lightningnek a enchantja ugye, hogy a Chris Strike-nak van esélye, hogy hogyha Lucky hit-el 25%-ig eséllyel ugye a Ball Lightning az full, hogy ugye a, hát magának az Arcrash-es build-nek ugye az lenne a lényege, hogy folyamatosan unstable current-et tolsz, mert akkor cooldown reduction-ok miatt kisebb a CD-je, és alapból overflowing energy-ben nyomnák, mert ugye folyamatosan csökkenne a CD ezzel, plusz a stun ultanemikre, ezzel ugye folyamatosan visszajön ez a CD, ugye emiatt nagyon jó az attack speed-ed, és folyamatosan lightning orb, vagy mi ball lightning-ok is jönnek ki belőled. A Meteor az csak extra, azért jó a Meteor Enchant, mert ugye alapvetően esett még egy Meteor, meg ezt a Wizard Meteort akarod, ami immobilizol, és ugye a Devouring Blaze-el akarod ezt, ami azt csinálja, hogy nyilván a Burn Ultanemikre alapból kapsz crit, vagy crit damage-et, de hogyha immobilizolva vannak, akkor 75% crit damage-et kapsz. Én azért használom így partiba inkább Inferno-val, mert most egyrészt azért, mert nem használok Meteort, hanem defensívben van a Flame Shield, de hogyha nem menne a Flame Shield, akkor Meteort használnék, és az a lényeg, hogy összehúzod a pakkot, az Arclash, hogy mi a teleport lesztanolja őket, vagy nyilván ugye frostnovázod, igazából a chest nélkül csak frostnovázol. Hogyha Arclash-sel stunolsz, akkor jönnek vissza a CD-k folyamatosan, nagyon sok enemit összehúztál, jönnek vissza a CD-k, belecsapódik két Meteor mondjuk, és ott van egy csomó Ball Lightning, ez egészen minden, amit összehúztál, az ott egy helyben szétrobban. Ez lenne.
Mondjuk ez se rossz benne. Ugye ball lightningra. De inkább defensívet akarok. Meg akarsz defensívet, hogyha ott van a izét? A shieldet, ami megvéd így is, úgy is. Mert azt akarok nadrágra. Mert nem akarok azt? Honnan tudjam, úgyis minden megvéd, meg amúgy a demon nem nagyon sebeztek, mert akkor miért ne akarnál egy kis sebességet? Ez nem sebesség, ez damage. Hát, damage a sebesség egyelő. De szar, ugyanúgy egy darab itemet ad a doboz. Ez egy elbaszottát csinálták a heltek. Ez is kíváncsi vagyok, mikor unják az emberek. Micsoda? Valami jó és működik, akkor így rábasztok egyet a nerf kalapáccsal. Igen, nem tudom. Így az elmúlt izébe, amíg játszott azok, így ezt láttam, hogy így valami jó volt. Nem is tudom. Ja, a barbár izé, azt is nerf. A barbárnak a VV-t az én nerfetik, mert az nagyon strong volt, meg ugye lehet snapshotolni a cuccokat, amit az mondjuk nem intended volt, de az igaz, hogy a barbárt legalább háromszor nerfelték amúgy. Itt jó. Hello? Gyere. Jövök. Nyomok egy deadpot itt, de nem tudom. Egyszerűsnek tűnik. Jó, hát igazából bőven van deadpot itt még, nem? Nem ilyen egyszer? De van. Hát nem tobba az igen, hogy nem zárom valami. Ja, hogy az izé mi a vihar miatt. Jó. Nem tudtam, hogy mire gondolsz, hogy mit tudom, be vagy lőve. Ja, hát az Jokot nem számít, már remélhetőleg 5 perc alatt sikerült kimenned vízért. Nem mentem ki, úgyhogy majd requestálj. Nem ment ki, de ezzel hozott négyszer inni. Nem tudom, hol van itt a misteri. Béddelek, hogyha meg akarod nézni. Megnézem. Hát nem tudom, hol szoktad nézni, szóval én megköszönöm. Jó, bárj, exiting hell time. Itt szoktam nézni, meg, de tegnap már nem volt jó, ugye? Amit ja. Mondom, itt van egy alul. Gyere. Úgy csak a meteor ne basszom meg. Puskasány! Mondjuk a craftolást csinálhattad volna egyébként a Helltide után, mert akkor párhuzamosan csinálhattuk volna az egészet. Valóban, egy... valóban, de te nyersz vele így is, úgy is. Itt. XP. Időt vesznek jelenleg. Mert miért vesz az időt? Ja, mert hogy több esne, hogyha én ott lennék, azt szeretnéd. Nem esne több. Akkor? Akkor kevesebb lenne a downtime. De milyen downtime? Ti nyomjátok. Nélkülem. Hogy mi? Egy idéz valamit. Dezső. Tudom, ki kell dumpolni ezt egyszerűen. Na. Nem idézte meg Dezső. Átrakom a skillemet. Tadi. Világos. Van event, ha akarunk jobbra. Hát, várj, nem láttam, hol. Ah, oké. Okay. Itt jobbra. Alattunk weaponry.
Azok én... Itt jön kettő is, új, de fincsi. Értéket nem volt nála, faszom Fiend Rose, bazzai. Mystery boxot volt? Tudom. Nekem nincs meg. Ja. Ott ugye altára fölítak-e? Vedd föl? Itt. Ja, nekem szerintem megvannak. Fölveszem azt a izét, jó? Gyerünk. Vedd föl, nekem meg kell 10 zomba vagy. Ja, jó. Ide jöttünk amúgy, szóval jól megfelünk. Most. Igen, az izé még, az még mindig kretén amúgy a Mystery. Nagyon. Ja. Van egy jewel is. Emeny. Valami 175-be kerül? Aha. Aha. Nagyon. Összes többit lenerfett yeah, egy darabotat, és eddig köbben nem találtam még benne értékesebbet, és szinte semmi más nem dob. Meg rózsát, én eddig abban még nem esett engem losszóz, de esik. Ez meg így kidob nagyon sok mindent, legalább 5 darab legendary-t, 6 potit, mindenféle craftingot. Jövőszem. Yeah. Mit azokat meg is jöheted? Ja. Na re. Nem látunk. Lilith felettünk, ha kell. Ez megölő valaki, gyere. Na, tudok tépézni? Hát jár, gyere. Éppelünk. Ide. Bárkire, csak gyere, mert event van. Jó van, ne ígeskedj már, hát. Jó van, nem érdekel annyira. Jó van, akkor szoblet. Hát nem, de úgy szoblet. Mondja... Szoblete. Hát de bazdnek bárkire mehet. Szoble. Robban majd. Persze, bárkire bazdnek, azt robban a fél monitorom. Majdnem megsérültem a szemem. Hát mert 35 percig gondolkozol, tím nem gondolkoztam, kérdeztem, ott sem voltam a teleportnál még. Telekomnál. Ez az meg, ez a Hell Tide, te hülye. Tudod, mit jelent a Hell? Pokol. Hülye gyerek.
veszélyes. Itt a végtelen boss. Itt a hely, amit farmoltak végtelenben, ide jöttek, lehet látni a mobot. Jó. Itt van még egy Hellvain. Négy forgottan szó. Nice. Ezt is tudnánk egyébként szerintem... Gyertek, party hack. Aha. Egyet próbáljunk meg ki, találni még egyet amúgy. Jó. Jó, átmegyünk ide? Na, az igen, Frost a kuksi fej. Át kell kutatni a kakúnokat. Frosta. Kakún. Frosta. Hallom. Nem úgy tűnik. Szerinted hallja? Lehet, hallja. Frosta. Kicsoda szép becenevet találtál nekem. Miért nem kuksi például? Ez miért jó kuksi? Frosta. Is, mert változzát inkább Elite Monsterré. Na merre lovasok? Itt van, itt van, kakix. Kurva jó. Deming. Menjünk rá, basszú. Artillerivel? Hülye vagy? Na gyerünk. Hülye, kakix. Az a kurva kakix, mennyi kapálja. Hú, négy szinten? Komoly. Három forgottan szó. Hát, én nem tudom mennyi forgotten szó volt benne, de azt tudom, hogy rohadt sok izé. Rohadt sok Fiend Rules. Hehe. Tudom, már láttok izét, és ne nyissátok már ki, léci. Jó, én néztem én. Ki akarom majd nézni, ki akarom, már akarom majd nézni. JJ. Érted? GJ. Inkább GJ. Mikor leveleltek fel a rugóval? Én már mondtam, hogy bármikor. Nap végén, amúgy nagyon szívesen. Nem lesz hogy, a nap végén. Vagy amíg én nem lesz. Hát amíg nem leszek holnap, addig tud játszani, érted? Nem kell. Nem veszem el? Miért venném el? Nem kell. Valószínűleg még egy druidát akarok felhúzni majd. De azon már nem tudod átcsörözgetni, meg ilyenek. Felhúzhatunk egymásnak körülkör. Ilyen 50-ig, vagy nem tudom, ameddig. Ja, ez egy jó rajtnak. Kb. Egyébként én is azt mondanám, hogy 50, mert addig meg unalmas a játék szerintem, nem? Yeah. 50 igen, utána azért lelassul. Jó, sem ugye, nem tudom, 55-ig, nem tudom. Nagyon jó, remélem rak még ide egy-két rert. Rakozott is egyet. Robban majd. Robban. Sok meteor fasz. Van, nem baloldal sok ilyen. Pusolyanak mennek? Nem. Nem, de ahogy bazd meg. Hát akkor mit azt csináltak? Így pusolatok. Null agy. Miért azt csináltak? Így pusolatok. És hol a mystery box? Nincsen. Itt, elit nálam. Haza kell mennem a mystery boxra. Ott, ahol mentünk, ott lett volna, de nincsen. Jelen a felkezőt. Mi a fasz volt ez amúgy?
Mi sebzett? Jelöltem a következőt, nézzétek meg, majd oda menjétek. Hát mi sebzett, hát lement egy szét 20. HP-n, meg lelettem volna, de úgyhogy nem is, nem is láttam semmit, amit sebeztek azon. Menjünk fel is rá, gyorsan figyeltem arra, hogy... Nem, amit igen. Jelöltem, oda menjétek. Amit jelöltem oda. Nézem, mit jelöltél, nem látom még. Kék, kizé, bal szent a másiknál. Ne térkép, ne térképezgess, amikor mobok vannak itt, mert véletlen nem. Meteor eső, pofán basz, térképezgess, bazzánk. Jól látom, gyere. Veszik, felveszük. Kretén, hogy nincs overlay. Mit rozdálnak? Ott balra is volt egy, mint hogyha. Vagy az nem tudom, milyen növény. Az nem, az az, hogy a vizé. Vagy ja. Lightshade, vagy Fassonberry. A Blueberry. Találtam izé, nem tudom, Nosferatu gyökrét meg ilyesmi, én találtam Epret. Úgy sok van. Emlékszel Iggy, amikor azt mondta Erza, hogy a Helltide az amúgy szar? Emlékszem. Ez ezzel azt mondta. Kétszer is mondtam, és elmondtam. Nem, ők nem azért mondták, hogy szar. Nagyon szar kontextus volt, amit most mondtál. Az mindegy, hogy ők miért mondták, azt mondta, hogy nem jó. Persze. Azt az első karakteremben mondtam 93-as szinten, Conti. Nem, azt még kurva nem 93-as szinten mondtad. Kérdezzük meg Lalát, mert ő emlékszik, és még vicceskedtem is felesetem. Jó, biztos felírta. Hát nem felírta, de csak emlékszik nagyjából. Hol vagytok? Igen. Eladtam a város. Én azt mondtam, hogy szar, az első karakteremmel. Amikor köbben nem kellett már cucc, és csak előre kellett volna mennünk. Neked nem kellett cucc, azt elhiszem. Na, itt van egy. Megpróbáljuk? Mit? Megpróbáljuk, csak hol vagy? Menj fel a városba. De hol vagy? Ez vagy te? De mi van ott? Én meg akarom nézni, hogy tudom el a lossz amiben... úgy ugyanúgy. Akarja nem, a proptotatni többször, mint egy. Én felmegyek a városba. Köbben. Jó? De ki kell lépni a partiból. Már engem is. Ja jó. De basszunk. Menj fel létszű szerintem. Megyek. Várjál. Jó, fölmentem. Jó. Fölvettem. Verem IJ-t. Portolj rám, kérlek. Már de már rossz helyen vagyok, geci. Kurva nyelv. Jaj, nincs DP, hehe. Jövök. Tölt. Kösz, Szergej, nem is láttam. Mit kell csinálnom? Ki tudod nyitni újra? Tessék. Jó, így velem Contit. Ah, jó, köszi, akkor... Akkor gyorsan felszedem magamat. Ez forgatlan szóval dob sokat? Dobhat, ha. Hát, eddig dobott 4-et, meg tőled 4-et. Szinte most Contitól fogok még. Mindig dobja. Ebből az egyből szerez egy 10-et minimum. Meteor, figyelj. Ebből szedtem 11-et most. Na, az, ja, annak jó, aki ja, a legelső. Aki először nyitja ki. Ja. Hát nekem nem kell, úgyhogy én lehetek utolsó. Hát mindegy, most neked is jó, hogyha új karit csinálsz. Csak mond. Hát ja, de nekem van sok. Nekem is van egy 60, ja. 50-60. Nulla van. Ibből forgottan szóvó. Hát forgottan szóvó. Hát nekem 130. Aló. Hát ő helyen ja, elbe nyomtott sokat. Még egy csomót, nem? Yeah. Tehát most velünk is nyomta, tegnap vagy délután, vagy mikor, vagy yeah. Nem tudom én. Jaja, meg én egyedül is nyomtam ugye egy párat. Most csak azért van ennyi, mert én mindent upgrade-eltem a gecibe. Én is úgy nézem meg egy csomó itemem, hogy geci, most ez jobb vagy nem, ne vannak upgrade-eik. No. Hát bászik, amikor itt én nem tudom, hogy most az összeállják a jobb vagy nem. Meg ilyen módok valós, jobbak el. Ezt megértem mondjuk. Passzom bele. Ami egyszerűbb, mint kimatekozni. Ja. Hát amúgy kb. Nagyjából a Tom minél mennyit kap szintenként. Mert amúgy az jó, mert az flat köbö. Itt én CD Reduction-nál 0,6-ot kap szintenként. Rájöttünk már az item levelnek milyen correlation-ja van a
Szerintem annál nagyobb, annál nagyobb lehet rajta arról szerintem. Igen, igen, annál tovább mehet. Például a gyűrűnél azért lehetett akkora, mert az item power is gondolom akkora volt. De tehát nem sokat számít most ilyen pár száz hátra. Ja, Seed Reduction-nél is így van. Tehát egy 800-820-as ringen például biztos lehet 1300-as HP vagy ilyesmi. Mert azt néztem, hogy ezen a nadrágon ugye Ball Lightning plusz 4-et kaptam ugye. Szerintem, hogyha 820-as lenne, akkor lehetne egy Ball Lightning plusz 5 is akár. Nem tudom, hogy plusz 5 lehet, de ja. Én úgy láttam a izében, még a Max Rollosba. Az már ilyen... Vigyázzál, mert ezek nagyobb bombok, ez nem a kis izé, megszokott kis dungicskád. Haló? Mi van? Eszed? Portolok rád. Mert mi van? Most mi bajod van? Nem is itt volt a gyerek hallgat. Ah, nagyon viszketel el a bombázzák. Hát ezt mi van akkor, hogyha nem itt voltatom, még igaz? Attól még igaz, hogy vigyázzon, mert itt néha tudnak ütni. Nem igaz? De. Van 144 nálam. Már itt még egy protection alattó. Mik az? Kell nektek? Ó, van itt már rá. Van itt két rá. Hát ha nem akarunk más Mr.-t mondani, vagy ládát mondani, akkor kinyitom. Itt van még Mr. Itt jutottunk 4-et kontival. Szerintem ne is ki. Jó. Lesz még annyitok? Aha, de akkor 100. Van 145-om. Na azért, akkor gyerünk máshol. Várj, itt még fölveszem a maradékot. Ja, is. 139-en van. Ugye Blightberry. Hogy mi ez? Blightshade. Blightberry. Köszönöm, ez a trade-re. Nem tudom, mi volt. De ez az emberi kaptam véletlenül. Vágom, de nem tudom, hogy. Akarjuk ezt megcsinálni? Kell? Ah, még belefér. Hát belefér. Ez jó bó, hát jó, de... Meg ez tök szánalmas, hogy kb. Misterin kívül nincs egyetlen más kinyitni. Nincs. De hogy eddig ez volt, egy darab mi értelme van amúgy. Tehát, hogy 75-t ezt is kiad egy darab rare izét. Mert meg kell nézni az item levelét. Az item levelet meg kell legalább nézni. Szeretném valami 825 dob például, vagy ilyenek. Nem hiszem. Azt nem néztem. Biztos, hogy nem dolog. De akkor legalább, hogyha egy item lenne, legalább annak lenne értelem, hogy valami high item leveles lenne. Hát kinyitottam, de biztos rémene, hogy ez egy 800 fölötti volt mind, mert vagy négyet nyitottunk. Az igen, hogy belepült a gyerek, látod? Leugrott a lóról. Be, ez egy lépsz lemelt, vagy nem tudom. Ja, a lóról, ja. Tinnixi duplicus. Van 200. Na, ah, bagos. Nem, itt van egy mob. Hát, tudod, hogy ez két az, szerintem. Nem hiszem, most prosta után jöttem. Legyek a városba szerintem, checkpointjér. Hát kedni rajta. Ilyen drúz rajtam.
Endroz rajta. Yeah. Jó kis pathfinding miatt majdnem beszoptam. Nagy csibész volt, láttam. Galovány rajtam. Három. Már se nézek háromra. Hamarosan a ledőrből is megeszek 9000-re. What? Unlucky. Nincs itt. Nincsen. Na hát akkor nyitatunk valamit. Tarik Never Demented. Jó, megcsinálom. Persze, egy kis öblös is van benne, tudod. Ja. Honnan van, nem, nem ütitek le, de nem ütitek le, de nem ütitek. Na végre. Warning. Warning, warning. Nem tudom, nincs több úgy. Mystery box. Ja, és hát még egyet megnéztünk. Ahol voltunk. Heltac.com itt mutatja az aktív láthatatlanos ládákat? Az, az, na, az, az valódi? Nem tudom. Én nem ott éppen aktív, ez éppen aktívat mutatja. Kösz egyébként, és hey, szia! Majd akkor most a lenti tehát aktív. Na? Valós időben? Valós időben. El is mutatja? Nem néztem meg. Ja. Te mentél fővárosban, itt maradtam. De hát én elindultam a másikhoz. Melyik másikhoz? Hol vagy? Hát amit gondoltam, hogy lesz, de nincs itt. Öltéködek és megjön akkor. Valami eszetlen durva pornó jött be. Na, pokol angyala itt, látod? A gyerek nincs ennek? Többet nem tudok többet jelölni. Ide? Jelöltem. Menj oda. Az aktívok azt mutatja. Jelöltem. Nem mutatja zölden? De mit csinálsz? Mit jelöltél? Ott van egy. Hát de ott már fővettük. Az vettük föl? Igen. Akkor? Vagy de ahogy újra is jöhet, szóval lehet ott van újra. Jó, tudom, akkor. Amikor is találtunk újra. Megnézem. És a múltkor is volt, hogy feltük az elején, aztán végére megint ott lett. Nem tudom, hogy most hogy működik. Jelöltem a másikat. Domeljek a másikhoz. Most azt is fővettük, nem? Mi? Egyet hidottam csak. Mi? Mit csináltál? Én csak egy misztert nyitottam ebbe a izébe, szóval nem tudom, melyiket nyitottam ja, ki. Ja, mi kettőt nyitottunk.
Amelyiket nyitottuk együtt? Szerintem ezt nyitottuk együtt. Azt, az... amit most nézem. Ó, nézd meg a lentit. Nézem, nézem. Hát ja, nekem ez nyitva van, de neked ezt ki tudod nyitni, oké? Okay? Gyere itt. Jó, rátekle. Tipezak, tipezak, tipezak. Hol van? Itt fel. Ott balra fel. Akkor két lesz a másikat, ami itt van. Egy perc alatt. Van egy heavy weaponry, nálam. Van szállítanak. Jó, azt 14-eset dobom, hogy elvívett menni. Igen, nézem az alsó dzsugárit, hát a 75-es. Hoppring, ez 75-es alul. Az ennyi móval nem fogom tudni kiítni. Jósan? Mennyi idő van meg? Át tudok enni? 10 szeg. Gyere, hát nem tudom, ide érsz-e. Nem. 10 szeg van meg, gyere, nyissad már! Nyissad már, ne megöl a mob! Két adtam. Nyissad. Egy. Pont nem. Áll neki. Nem számít. Nyilván. Vicces volt, hogy sikerül. Ezért Nunu haverünk hol van amúgy? Nem tudom. Erza? Le van, akkor ez elment. Te, mondjad? De semmi, csak keresztül. Ez dobta a izé, láda. De a 4-es. Mehetünk. Egy kraftol még érzem, hogy mit sem. Menjétek, nem, nem várjatok. Csak kérdezem, nem izének, nem tudom miért mondod. Miért mondom? Azért mondom, hogy menjetek nyugodtan, nem, ne várjatok, mert én még most kezdem a kraftolást. Ezt kérdeztem, hogy még kraftolsz, menjetek. Nem, azt mondom, igen, kraftolok, vagy mit tudom. Jó van, akkor mindegy, érzem, jó van.
tudom, make-e, make-e, Devel Tomatic. Let's just make-e. Nekem miért mi szeret, miért... Stronchod miért került vissza a helyére? Hát mert... Már nem vagy partiban. Mi? De én ezt megcsináltam. Ezzel? Igen. Akkor lehet én vagyok a líder és nekem meg nincs kész, mert én tudom melyikre beszélsz. Az lehetett. Odafutok, jó? Én már nagyon várom. De kurvára gondolom. Kurvára. Ha mondjuk mennyi pénzed van? Mert hogyha 100-200 millió alatt vagy, akkor... Akkor? Hát akkor nem sok. Nem sok. Akkor nem sok. Mert? 50 millió. Hát azért el lehet ezt rollolni rendesen. Ja. Egy itemet rollolsz azért... Na, csináltam egy godlike itemet. De megtanom. Ki van itt? Ödlekeltem, egy cég. Kösz szépen. Benne szia, kösz, Conti. Kösz. Szia. Van rajta 1,7%. 1164 HP-t ad. Ezt mondtam. Meg... Akkor nekem is majdnem, a life-om. Majdnem 110% plusz damage-ot. Jó, de ezek kondíciális damage-ek. Egyik se az, mindegyiket permanensen rájuk. Nem, az injured-et nem, abban igazad van. A slow is. De a slow is, a slow is csak... Persze, a slow volnod kell, és utána kapod meg a damage-t. Nyilván most ebben nem számít itt, de amúgy single targeten az számít. Inkább azért akar a 10 centet. Hogy mi az close enemies, mert az ugye egyből rajta. Ja, egyből teljesíti. Kuki. Ott hagytál valakit. Jara, ez kell. Sorry. Semmi gond. Persze, én kivéljek össze-vissza, mi? Persze. Nem, hogy jön ez. Szóval sájt, de nem az igazi. Kéne burnolnom. Danis. Danis kéne burn. Egyből haltak. Potion check. Megy. Ugye Shine bad meg, hogy monotmókat azt azért beletartoznak. Járj már le! Nagyon sok robban az én oldalamon itt, most. Három Angel Breath volt nekem ebben. Ja nem, hét, geci. Mi? Angel Breath? Ládába? Aha, igen. Hét. Ja, event volt, vagy jó? Aha, eventes ládába. Szerintem az a legritkább talán a hét, mert nem tudom, mennyit, nem tudom, hogy mi... Na, megnézem. Bal lent. Ott. Jó. Azt nem az lett benne, de most nem engem. Három Blight Shade. Ja. Juhú! 3 izé blueberry. 3-3, nekem 3. Nekem 3 strawberry volt. 3 strawberry volt, így. 5 HP-t hírel, tudod a strawberry. Szabtad. Én most minden itemet főzök és eladok. Jó. Juhu. Te jön Erza, amúgy is megcsináljuk, mert te fölmehetsz, érted miért ott clearelünk, aztán szerint. Mindig csak vissza jössz. Várjom. Meg úgyis eredetem az olnát, ez rá. Jaj.
rakom a skillemre a cuccot és vagyok én is utána. Ez mindjárt 8 óra. Nem lesz ebből 92? Hogy ne lenne? Mi a helyzet, Danis? Lenne. Köszi a buffot. Szívesen. Én is köszönöm. Nincs mit. Találkoztatok, hogy aha. Persze. Végre volt egy csalás a Dark Fallout, nem? Hogyha kérni csalás. Igen. Ja. Aha. Segítséget nem kérhetsz a buffot. Segítséget nem kérhetsz, de hogyha valaki felbuffol, azzal így nem tudsz nyilván mit csinálni. Tehát, hogy ez igazából technikailag kérni nem szabad, de még segíthetsz is. Hello. De már van róla a videó bizonyítékom, hogy Darkman kért tőlem buffot, úgyhogy bármikor jelentettem. Igen. Igen, a HC Council-nak, a HC Council az egyik ismerősöm, szóval... Igen, elvileg Skyler az egyik. Nem kértem buffot soha. És Skyler nagyon szigorúan veszi. Jó, hát nem kapcsol. Georgius Journey, de van kapcsolva a Darkman. Gyög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 y
bíróság, aki... Hát, hogy ez lesz full pont. Igen. Gondoltam, kell a bildedbe. Kell amúgy. Nincs olyan izé... hardcore kancil, aki neked ítélni a Jojo Journey után elvileg. Channeling. Az az új fegyverem, jön meg a gyűrű. Fasz. Ha tudsz kerülni akkor? Hát, valószínűleg lehet. Jól logolok akkor. Hú, várjál! Kiesett a fegyverem a kezemből. Neked is. Maci vagy, átváltott a falut és eltűnt a fegyver a kezemből. Fegyvereket veszel fel, azzal jársz a legjobban. Nem tudom, mennyire vágod, DJ. Igen? Aha. Hát de én mindent veszek és adok mindent. Mert ez ilyen 10k körül van. Mi? Azért meg olyan 20-30k körül. 30k egy csomó eldobni minden. Igen. Akkor lehet, hogy már nagyobb élevelű talán? Vagy ilyen nagyobb rec level, nem tudom, számít-e. Jobban. Az is szar. Ambus láda! Amelyik 24 forgotten szarom. Jó van, köszi. Átrololtam a lightning resistet 10% total armorra chesten. Az jó, az nice. Total armor. Gyerünk, akkor toljuk meg. Az örtem is szerintetek physical damage-nek számít amúgy? Honnan tudom, hogy milyen damage-et csinálnak egyáltalán? Föld damage-nek. Ez olyan szar ez a játék, ilyen szar. Ugye? De szerintem ja. Szerintem Fizznek számít. Hát, igen, első gondolat, én is ezt tippelném. Ez a játék nem tippekből áll. Nagyon durrákat baszom. Ja, bazen, nem el kell menni. Push and check. Jó van már, pocakok. Ja,
De ez... Ez is tud érdekesíteni, hogy ne, csak simán elszalad, mögé megy, az utána kell menni, arrébb lökt, szanol. Úgy csinál semmit, de idegesítő. Robban sok. Puska shrine. Ja. Mert az egy szar hely. Mármint nem szar hely, de ripi hely. Mi? Mi? Nem akarok meghalni. Tesónak magyarázom. Ja, a kecskéset kérdeztem? Kereste a kecskéket, persze. Gatyámban egy kecske, hogyha kell. Mikor már ez is azt mondja, hogy ez egy szar hely. Dávid, DJ üdvözöl. Ő az egyetlen, aki tud játszani. Dávid, a szerencsének hívják, bazd meg. Ja, ez én is van, Dávid, látod? Az ez súlya volt ezzel. Igen, nem hiába a kádátások közül a jobb fej. Azért az súlya volt amúgy így neked Slucknak hívni. Micsodának? Azt mondta, hogy szerencse. Ő ért először szállod, nem te vagy én. Mi nem az volt? Szerencse? Nem hiszem. Ami nem. Mert? De mi volt akkor? Praktikailag rá lehet fogni a szerencsére. Hát nem, türelmes volt. Ezzel a karrierával már türelmes volt. Jó játszott. Gondolj csáj! Kivírelte. Végül ez kivédelmezőbb volt. Meg szerencsétlenek voltunk pontig. Jaj, ne, és már megint tele van a izé, baszmánk. Van az egész. Name reveal? Milyen name reveal? Ezt a német még nem hallottátok akkor. Zotya tud valamit? Most ezért meg kell ölnünk Zotyát? Igen. JJ-nek ráküldjük Zotyára, mit szóltam? Uff. Rosszabb nem volt. Erza nevét elmondta... Oh, mi? Az enyémet? Úristen, ehhez a nevét állhatom országra, Jézusom, most mi lesz? Remélem a kontiért még nem tudja senki. Basz meg, kimentem a dungeonba. Konti nem kiáltsa. Elmondtam a nevét, ezt egyből kiment a dungeonba a gyereket. Ezt menekülök. Ezt klippeljétek, klippeljétek, légy. Hallott Marti, opa, jaj. Jaj, basz. Nem, igaz, hogy tegnap valaki beírta, de... Igen, amúgy pont azt mondom, hogy ez a gyerekek ide kiderült, hogy kicsoda ilyen atom behajtó, nem, hogy... Nem, én tudom ki ez. Jajjaj, vágom, azt leért is beszélgyőben. Robban nagyon. Martin, nem úgy mondsz, hogy te meghaltál és ezért nem adod vissza, tartod el? Igen. Jó, hogy visszaadna a tartozásod, meg persze pattintva az áll. Értelem zöldözik nevét. Hát, szomorú. Most akkor elmondtam. Most már rákereshetsz a telefonkönyvbe az apukájára. Jaj, ne. Papa. Annak Zsolt a neve. Az kemény mondjuk, azért szépen ledoxolsz. Dési gyerek. Legtajszámot nem mondod be? Az enyém, azt megmondom. 0-9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 -
próbálkozás van. Nem? Hát ha lefényképezem, akkor 10 forintot küldesz a számlámra. Jó van, fotózz le, de akkor fotózz le a bankkártyát is, meg a hátat, nem ez légy. Ott nem lehet ugyanaz a szám kétszer. Na jó, akkor megmutatom az ennyi. Aha, kétszer van a kétszer. Szokták is mondani egy gyógyszertel, hogy ó, hát hogyha ilyen tajszámom lenne, én is így megjegyezném. Hát mondom, jó van, akkor jegyezzünk az enyémet. Ilyenkor szoktad kiütni utána izéket, nem akkor ezt nem sokkal. Kondolj csak jobbra egyből. Mármint igazi, igazi. Ezzel el nem mit mondasz?
idősebb. Miért vagyok idősebb? Én nem értem a tajszámból, meg lehet mondani, hogy ki milyen idős. Igen? Na jó van akkor. Azt a mindenit. Azt nem lehet mondani, hogy éjszes főke vagyjenek? Na, Lefetya azt mondja, hogy gyógyszertel dolgozik elvileg. Várjál, 095-095. Elmint egy klam... A 095-ös elmint egy klamidia. A duplások azok meg dupla klamidia. Az dupla klamidia. Hol az invite? Nem lehet pusolni, nem kapod az vét. Lefegy most írja, hogy gyógyszertárban dolgozik, és akinek 0.95 van kétszer a tajszámában, amit egy babapöcs szindrómában szenved. Ezt meg erről tudnál esetleg mondani valamit? Jó, hát ezzel nem tudok vitatkozni. Ez jó volt, Zoltya! Mondjuk én még mindig leszek a kínai horoszkópban patkány, mint az életben. Na mindegy. Nem szélzok senkire. Zoltya vélemény? Szerintem akkor olyan híres mondat újra. Nem váltottam át a skillemet. Itt van. Konti ide. Mi? Nem tudom, csak gondoltam hát, hogy idejesz, akkor is beszélgetszem. Oda mentem. Nem reagál. Tudod, akik nem reagálnak. Kimoták. Van kondíció, hol lesz neki? Az univerzum nyílt valamány. Előbb az a baj, hogy nem lépünk ki most már kondíciónon, azt ki kell lépni, azt az a baj. Ez se szép, akarsz. Ez se szép. Értem. Köszönöm. Legalább ma is megtudtunk volna. Város megyek eladni. Leszoptátok. Mert? Mit mert? Miért szoktuk be? Nem megyek a városba eladni. Jó. Hét, kilenc, hány éves vagy az utca? 11. Push check. Tizenkilenc.
Lehet, hogy az atya amúgy 30 plusz és egy gyerekes családapa amúgy. De egy mobot van át jobbra fölé. Merre mentek? Én nem látom a térképet. Ambush! Kicsi, hogy gyorsabb a cél amúgy? Jobb a gírja. Talapom ez ide. Jobb a gírja. Szerencsésebb, szerencsésebb. Robba, robba, robba. Egy csak szimplán jobb. Beszoptam. Jobban játszik. Nem, mi? Szoptad el. Aha. Csinálta. Hát nem tudom megcsinálni, izé. Az egyik részét a Grizzly Hill-nek. Miért? Mert az egész quest sorozat arra jutni, hogy egy csávót el kell kísérned a B-be, de ő helyettesíti a petedet. És mindent behúz lefelé a mellékező. És utána trollokat kell vele összefogtosni. És nem tudom elővenni a petet. A csávó egy troll. És gondolom full BM vagy. Persze. De az még a kisebbik gond, hogy full BM vagyok, de hát akkor sem tudnék érted. Tehát... ahhoz, hogy egyáltalán millibest meg tudjam csinálni, ahhoz teljesen más itemek kellenének, újra kell rúnáz, vagy izélem, passzívozgom. Mindig nem is tudnád, bár nem működ, nincs milli. Hát de van, nem, hát de... micsoda, csávó megcsinálta itt izé only millibe a Huntert. Jó, hát akkor de attól még egy ütös, de azt megmondod, hogy kb. Nem is tudom, Aptor Strike-ot van és ennyi. Jó, hát, akkor ez azt jelenti, hogy sportszerűségből, Danis, neked most ki kell hagyni egy egész nap játékot, hogy Darko mellett be tudja hozni. Nem kell, hát ez most... Legyen egy fél. Amúgy meg tudod, mint hogy tudod avoidolni simán a mobokat.